csinálsz, te szerencsétlen? Ki kell lőni? Nem kell! Az apám az! Ő jött! Ne feledd! Az árnyak néha talán jóval azután, hogy bennünket elhagytak, mindig visszatérnek gazdáikhoz. Mert... És ne feledd, ebben a játékban ők most téged védenek. Gyere, öcsém! Gyere, fiam! Majd én kigyógyítalak ebből. Nem tudsz. És ebből talán már nincs is értelme. Minek van akkor értelme? Taníts meg nekem mindent, amitől féltettél. Örökre elragadott a sötétség. Hiába voltál nekem a fény. Azt kérem, mától ott vezess engem. Megteszed, bátyám? Megismertetem veled. Megmutatom neked. Gyere! Gyere! Mi a történet vége, bátyám? A történet vége az, hogyha nehezen is, de megtudtam, ki az áruló. Isztambul 1971. Ramiz bátyám. Ramiz, hála Istennek! Kenan. Ne beszélj, barátom. Pihenj inkább. Selma, menjünk is ki. Nagyon fáj. Hát, rendesen megkaptad. 4 golyót szedtek ki belőled. De meg fogsz gyógyulni. Ne aggódj. Muszáj volt idehoznunk, de az orvos jön majd minden nap. Ő is bizakodó. Hol voltál, gyerek? Tettem, amit mondtál. Kijöttünk, és elvittem onnan Selmát. Maradj, ne akarj mozogni. Igazad volt, gyerek. Csapda volt. És ki miatt? Ki az áruló? Az, aki engem oda küldött.
Ó, felébredtek is, hét alvunk. Felébred, bátya. Isztambul 2010. És hol a te, ami? Parancsoljanak. Egészségükre. Itt van, igyatok. Hát, gyerekek, az a nagy helyzet, hogy ma éjszaka itt egy árnyjáték veszi kezdetét. Hogy ez mit is jelent? Azt, hogy hamarosan olyan alakok vesznek majd körül, akik a legkegyetlenebb módon érnék el a sikereiket. És ehhez a sírba eresztenek minket, hogy immáron belőlünk is csak árnyak maradjanak. Nem igaz, öcsém? De igen. Meghaltam. Végem. Semmit sem érzek már. Egyedül vagyok. Nem vagy egyedül, öcsém. Már nem vagy egyedül. Én is itt vagyok veled. Én viszont nem vagyok bátyám. Megszűntem. Nem létezem. Lépésről lépésre, fiam, szép lassan vissza fogsz jönni. Miről beszélnek? Az öreg meg ezzel általában olyan dolgokról beszélnek, amiket csak ők ketten értenek. És mi mit csinálunk? Hallgatunk, és megvárjuk őket. Ölj meg engem, bátyám! Öljetek meg! Hadd menjek a testvéremhez! Kérlek, ölj meg engem! Ismerni a gonoszságot. Meg akarom tudni, mi az a kegyetlenség. Taníts meg nekem mindent ahhoz, hogy elpusztíthassam Kenant. Én megtaníthatom neked a létező összes fortét, de egyedül nem tudod ezt véghez vinni. Kenant, szemtől szembe nem győzheted le. Segítségre van szükséged, olyanokra, akik bármire képesek, érted. Az a baj, hogy a csapatom elárul, bátyám. Valaki Kenannal is kapcsolatban áll. Akitől megtudta azt, hogy én vagyok Ömer. Akitől megtudta azt, hogy Jan az én fiam. Akkor, öcsém,
először azt az árulót kell megtalálnunk. Egyet értesz? Hogyan? Mutasd meg. Régebben azt hiszem, már meséltem neked, hogy nekem volt dolgom már árulóval. Akkor én nagyon nehezen, nyögvenyelősen találtam meg, de te könnyen rájöhetsz ki az árulót. Mégis hogyan? Mit gondolsz, miért jöttünk ide? Nézd már körül egy kicsit, miféle helyen vagyunk? Egy védtelen helyen. Ha valaki elárulta, hogy most itt leszünk, sok ideje nem volt megtenni vagy arra felkészülni. És akkor minek kéne most következni? Hogy valakik hamarosan idejönnek. Itt vagy te? Itt vagyok én? Ez megér nekik minden kockázatot, még felkészületlenül is. Abban az esetben, ha tényleg elvezette őket ide az árulót. És akkor az utcában mindjárt előkerülnek néhányan. Vagy nemes egyszerűséggel bejönnek ide két autóval, és válogatás nélkül szétlőnek mindent és mindenkit, akit csak látnak vagy látni vélnek. Vagyis az áruló pontosan tudja, hogy perceken belül mi fog itt történni. Már csak az a kérdés, melyik igaz? Amelyik mindjárt fel kell, és elrohan, hogy mentse a bőrét. Akkor menjünk is gyorsan vissza közéjük. Gyere! Hogy halad a kutatásaival alakul? Igen, de még nem teljes. Még nem tökéletes. Félek, hogy már nem is lesz ideje tökéletesíteni. Elég türelmesek voltunk önnel. Ez legyen a közelében. Könnyen lehet, hogy hamarosan felhívja valaki. Ki lenne az? Valaki fentről. Jól ismerheti. Ki? Megtudja, amint telefonál önnek. Jó munkát! Na megállj! Ez most visszakapod! Bum-bum! Istenem, megsérült a fiam, elájult. Na várj egy kicsit. Fel lehet éreszteni, tudom a módját, egy szuper titkos gyógyszer. Újra él! Sehol semmi. Ezzel továbbra sincs meg. Meghaltam. Végem. Semmit sem érzek már. Egyedül vagyok. Nem vagy egyedül, öcsém. Nem vagy egyedül már. Én is újra itt vagyok neked. Én viszont nem vagyok bátyám. Megszűntem. Nem létezem. Lépésről lépésre, fiam. Szépen lassan, de vissza fogsz jönni. Csak hogy már nem szeretnék. A testvérem mellett akarok lenni. Lépésről lépésre. Mostantól mindig egyre erősebb leszel. Egyre elszántabb. Egyre dühösebb. Aztán újra harcba szállsz, és nyerni fogsz. Kérlek, bátyám, hallgass, ne. Jó. Én elhallgatom. Akkor viszont beszélj te.
Nem. Itt már nincs miről beszélni. De van. Van. Ha valamikor most van. Üvöltsd ki a fájdalmadat. Mondd meg nekem, ki az, aki miatt üvölteni tudnál? Ki? Ki miatt nem. Kire vagy a legdühösebb? Kit okolsz? Kire haragszol, ha? Eishanra? Eishanra. Igen, Eishanra. Tőle kellett volna rögtön megszabadulnom. De nem tudtam. Egyszerűen bármit tett velem. Képtelen voltam rá. Igen, Eishan. Nem tudtam kikerülni az ő vonzásából. Szerettem volna, meg is próbáltam, de nem ment. Eishanra igen. Nem csak rá. Nem csak. Ki az, akit a leginkább okolsz? Ezt mondd meg. Ki az, aki elvette tőled a testvéredet? Kenan. Mindig nem ez a vége, mert mögöttem is áll valaki. Az, akit igazából okoz, öcsém, ugye? Az, akinek a halálát követelnéd, aki ténylegesen gyilkolt is. Az megint csak te vagy. Mondd, miért mentettél meg? Miért gyógyítottál meg? Miért juttattál ki a börtönből? Miért teremtetted Ezelt? És miért kellett idehoznod engem? Ki? Ki az öcsém? Ki a valódi ellenséged? Én vagyok. Én vagyok az bátyám. Én tettem. Én öltem meg a testvéremet. Én lehagytam magára. Én tettem minden rosszat. Én öltem meg Mertet. Az én hibám. Ölj meg engem, bátyám! Öljetek meg! Hadd megyek a testvéremhez! Kérlek, ölj meg engem! Mert! 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 Öljetek meg! Azt mondtad, nem érzel semmit, igaz? Mégiscsak érzel akkor. Mindenem háborog, bátyám. Mintha kést forgatnának bennem. És kivágták volna a lelkemet. Az imént azt mondtad, meghaltál, he? Ezek szerint még élsz? Élek. De csak egyetlen dolog miatt. Igen. Ha viszont az a dolog végérvényesen elragadja az embert, amit most a szemedben is látok. Onnan nincs visszaút. Tudod, ugye? Ezt szeretnéd? Meg akarom ismerni a gonoszságot. Megtudni, hogy mi az a kegyetlenség. Taníts meg nekem mindent ahhoz, hogy elpusztíthassam Kenant. Én megtaníthatom neked az összes létező fortét. Egyedül nem tudod ezt véghez vinni.
Geralt szemtől szembe nem győzheted le. Segítségre van szükséged olyanokra, akik bármire képesek, érted? Az a baj, hogy a csapatom elárul, bátyám. Valaki Kenannal is kapcsolatban áll. Akitől megtudta azt, hogy én vagyok Ömer. Akitől megtudta azt, hogy Jaan az én fiam. Akkor, öcsém, először azt az árulót kell megtalálnunk. Egyet értesz? Hogyan? Mutasd meg. Áruló van közöttünk, ezt jó, ha tudod. Isztambul 1971. Én ilyet mikor játszhatok? Majd, ha megtanultad. Reggel óta nézlek benneteket. Már tudom. Annyira, hogy ne kap ki folyamatosan, mint a gyerek. Akkor gyere, segíts nekem. Szerinted én még gyerek vagyok? Nem, miért lennél? Ja, mert nő vagyok. Ez a baj. Mi ezzel a baj? Az, hogy emiatt nem játszotok velem. Dehogy is. Honnan veszed ezt? Féltek, hogy esetleg győznék. És azt nem tudnátok feldolgozni, ugye? Az nagy ciki lenne. Én ugyan nem félek. Mert nem győzhetsz. Mehet. Na, ez itt... Né, nem kell mondani, tudom micsoda. Inkább a mosolyt. Be a lapjaimba. Ne nyugkálj bele. Helyzet van, bátya. Megjöttek, Ramis. Valahogy kiderítették a dolgot. Jó, akkor megyek és felkészülök, bátya. Nincs már időn készülődni, Ramis. Itt vannak. Mindenki itt most? Perceken belül behatolnak. Na jó, akkor viszont... Valami gáz van. Valami baj van. Ne hősködj. Menj ki hátul. Valahogy feltartom őket. Bátyám. El kell tűnned, Ramis. Ne húzd az időt. Megbeszéltünk valamit, nem? Na menj. Majd megtalállak. Bátyám. Isztambul 2010. Ha már egy ilyen új témára akadtunk, áruld el nekem, hogy szerinted mit akarhat tőled ez az áruló? Mi a célja? Nyilván az, ami Kenannak. Hogy rajtam keresztül valahogy eljusson hozzád. Ki ne gyanakodhatsz? Na, mit szólsz? Tetszene egy kis kutya? Mi? Igen. Na? De aztán sétáltatni is kell, és neked, nem nekem. Érted? Tudom, Jogi. Annyira hiányoznak a régi dolgok. A házunk, minden. El sem tudom mondani, hogy mennyire. Nekem is hiányzik Csengiz. Hiányzik a testvérem. Menj. Hiányzik.
hiányzik, ahogy a házban hallom a hangját. Néha elmeregek, és olyankor elfelejtem, hogy ő nincs. És azt képzelem, hogy csak Angliában van, és egyszer majd jön. Aishan, Bahart nem hozhatjuk már vissza. De magunkat? Így hármunkat még igen? Hidd el, én tényleg megváltoztam. Cengiz? Mondd, szívem. Amikor aznap megkérdeztem tőled, hogy ki ölte meg Bahart. Várjál, épp hadd mondjak én valamit. Ami legalább annyira szörnyű. Mert balesetet szenvedett. Milyen balesetet? Elgázolták. És jól van? Ömer! Hol van? Szerintünk jobb, ha most kicsit egyedül van. Ne, légy szíves, ne akard őt megkeresni, Aishan. Miért? Hol van? Nem tudom, elment. Három napja nem láttuk. John, maradj itt a váddal! El kell mennem hozzá, ismerem Ömert. Nem akarom, hogy valami őrültséget csináljon. Aishan! Jó, akkor menj, ha megtalálod, de úgysem fogod. Ezzel nincs itt. Reméltem, hogy idejön. Hol a francba lehet? Ennek a háznak a kapuja még nem nyílt meg előtte, fiam. Nem is akart idejönni? Nem. Mi történt? Meghalt az öccse! Megölték! Te meg azóta is játszod itt a remetét, öreg? Pedig a te haverod ölette meg a srácod, és hány napja már? Nem. Nem is akart jönni. Akkor viszont keressük meg! Szólj az embereidnek, azok bárkit előásnak! Menjenek és kerítsék elő! Apa! Apa, nem hallottad? Öreg! Ömerről van szó! A mi Ömerünkről! Meghalt az öccse, Ramiz! Nem tudom és nem is érdekel, hogy a börtönben miket élt meg, de ennél rosszabbat még biztos, hogy nem! Megölték az öccsét, ember! Hallod, öreg? Mi történt? Eddig te voltál köztünk az ember! Hirtelen mi történt veled, mi? Mi az Isten? Melia, figyelsz? Melia? Mert? Én vagyok, Melia. Azóta is itt vagy? Megyek. Megnézem, hol lehet Ömer. Talán a műhelybe ment. Itt úgysem tudna meglenni. Akkor elmész? Csak a műhelyig. Itt akarsz hagyni? Ömert keresem. Mindenki elment.
Most te is elmész, Mumtaz, te is itt hagysz engem. Jól van, igazad van. Maradok. És imádkozol te is érte, ugye? Akkor kérdezd már meg az urat, hogy lehet ez, hogy amíg én itt vagyok egészségesen, hogy vehett el mindkét fiamat tőle? Kérdezd csak meg. Ne kínj az engem, Melia. Nem. Csak nem értem. Elvette az egyiket, majd visszaadta. De hogyan? Sehogyan? Erre elvette tőlem a másikat. Igen, ez az. Olyan szereplőkkel, akik a legkegyetlenebb módon érnék el a sikereiket. Nem, semmi baj. Hol van most? Hogy van? Mert volt? Mit csinál? Merre csaparog már megint? Nem ő volt, valaki más. El kell mennem egy kicsit. De hát miért? Mi történt, fiam? Nincsen semmi baj, anya, csak meg kell néznem valamit. Mert beszélj azzal a kölyökkel. Olyan erőszakos lett, és ránk nem hallgat. Legyél újra a bátyja, jó? Persze, apa, beszélek rád vele. Viszont mindig is hallgat. Jó, beszélek. Menjen bátran. Csak kicsit gyorsabban, kérem. Uram. Kérem, most hagyjon. Csak itt van két. Nem érdekel, hagyjon. Mit keresel te itt? Magát meg kiengedte be? Velem jött engedelmével. Megcsináltam, Kenan úr, megtettem. Úgyhogy most beszéld meg a továbbiakat. Mit tett meg? Nem. Előbb tudni akarom, ezután hogy lesz. Beszéld meg a feltételeket. Mit tettél? De, amit mondott. Amikor odajött, én a gázra léptem.
Nagyon. Elütöttem. Ahogy maguk kérték, elütöttem. Jó, hát ezen ne csodálkozz. Szólított, és közben azt mondogatta, hogy bátyám, bátyám. Fiam, csak én vagyok, mert aggódom egy kicsit, mert téged sem hívott. Ömer? Hallasz engem? Mert jól van. Minden rendben. Akkor ott van. Hála Istennek. Te is jó vagy? Olyan fura a hangod. Itt vagyok vele. Látod, hívtál engem, és én jöttem azonnal. Mert... Itt vagyok, itt a bátyád. Hallod? Roppant kellemetlen ügy. És teljesen értelmetlen. De legalább nincs hozzá közünk. Pontosabban semmilyen szál nem vezet hozzánk, az úriemberen kívül. Egy biztos helyet kértem, az megvan. Találtunk megfelelőt. Már intézkedtem, hogy készítsék elő a gépét. Hova megyek? A lényeg, hogy innen jó messzire kellene úr. Ezzel úr alig, hanem hamar rájön majd, hogy ezt ön rendelte el. Félnünk kellene tőle? Jelen pillanatban mindenkitől félnünk kell. A történtek után ugyanis, amíg itt van, nem csak ezzel, bárki más is fenyegetést jelenthet. Kenan úr, ön csúnyán elbánt azokkal az emberekkel. Hadd vigyük el innen, és engedje, hogy mi intézzük a dolgokat, mint máskor is. Egy csoportba kerültem vele. Annyira magával ragadott volna a játék, hogy olyan lettem, mint ő. Temuz intézkedjen. Rendben, uram. Igen. Ez sajnos egy tragikus fordulat. De ezzel legalább megint a helyére kerül. Most lesz igazán szüksége az öregre. Egyenesen hozzárohan majd. Kövessétek, és akkor két legyet ütünk egy csapásra. Én is pontosan így terveztem. Kérjetek bentről segítséget. Dolgozzanak az emberek, ha már vannak. Ugyanezt szándékoztam én is tenni, uram. Kellemes nyaralást önnek. A gyerek temetésére a legszebb virágot küldesd. Mi van, beteg vagy öreg? Mit akarsz most azzal a pesgővel? Ünnepelni fogunk. Ali barátom, emlékszel te még? Mikor volt okunk utoljára egyáltalán örülni?
Most viszont az ország egyik legnagyobb gengszterét tettük tacsra. Igen, ez igaz. Sajnálhatod, hogy nem láttad. Beszéltem Aishannal. Azt mondta, várjak 3-4 napot, és itt lesz. Akkor pedig apukám. Megbeszélem vele a Jen ügyet. Gengiz. Nehogy valami rosszat mondj. El nem mert rontani a kedvem, mert most vágom hozzád az üveget. Örülni akarok annak, hogy újra együtt lehetek a családommal. Végre történik velem valami jó is, vagy zavar? A családodra. Szevasz! Egy kis pezsgőt. Gengiz. Mi volt a cím, ahonnan elhozta Jant? Miért? Defne utca 12. Levent. Valami ilyesmi volt, igen. Miért? Az öcsém ma ott halt meg.